estét kívánok, a híradót látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2015. november 23-án hétfőn este 7 órakor híradásunk tartalmából. Meg kell védeni az országot Szájer József a bevándorlási hullámról. Demokrácia, kereszténység, magyarság. Gróf Eszterházy Jánosnak ítélték a Gészvein emlékérmet. Egy győzelem, egy vereség. A labdarúgók győztek, a kézilabdások kikaptak a hétvégén. Eddig körülbelül 750 ezeren írták alá országszerte a Fidesz petícióját a kötelező kvótarendszer ellen. Az Európai Unió a tagállamai között meghatározott létszámban osztaná szét a bevándorlókat. Moson-Magyaróváron Szájer József Európa parlamenti képviselő beszélt a kötelező betelepítés veszélyeiről. Moson-Magyaróváron is gyűjtik az aláírásokat az aktivisták a város frekventált helyein az unió kötelező letelepedési rendszere ellen. A kezdeményezés teljesen értelmetlen, jogtalan és alkotmányellenes, véleményezte az unió kötelező kvótarendszerét Szájer József. A Fidesz Európa parlamenti képviselője fórumot tartott a bevándorlási kérdésekről Moson-Magyaróváron. Magyarország szeretné megőrizni a saját önazonosságát, az identitását, a kultúrájának az egységét. Nem arról van szó, hogy néhány valóban rászorult menekültnek a befogadását szerettük volna megtagadni, hanem az ellen, az elv ellen tiltakozunk, hogy egy nem ismert mennyiségű számú menekültetnek a befogadásáról automatikus elosztás történjen. Valaki más meghívta őket az Európai Unióba, a saját országába, akkor ne más országokat terheljen ezzel. Emellett a kezdeményezés jogszabályokba is ütközik, emelte ki a képviselő. A magyar kormány éppen ezért úgy döntött, bíróság előtt is megtámadja a kvótarendszert. A hazánkba érkező bevándorlók több szempontból is veszélyt jelentenek a lakosságra. Egyes nyugat-európai államok már több évtizede befogadtak más vallású és kultúrájú embereket. Ennek hatásait azonban ma érezhetjük, hangsúlyozta Szájer József. A párizsi merényletekben második-harmadik generációs bevándorlók voltak azok, akik részt vettek, és természetesen voltak frissen érkező bevándorlók is, akik a mostani menekült hullámmal érkeztek. Mi nem akarjuk az unokáinkra hagyni az ilyen rossz döntéseknek a hatását. Magyarország még előtte van ennek, mi még meg tudjuk akadályozni, hogy az, ami Nyugat-Európában egyértelműen kudarcot vallott, hiszen ott nem sikerült integrálni ezeket a társadalmi rétegeket, az Magyarországon is bekövetkezik. A Fidesz szerint a kvótarendszer nem oldaná meg a migráns helyzetet, a kormánypárt a határok védelmét tartja elsődlegesnek. Közbiztonságot ugyanis csak akkor teremthetnek, ha tudják, kik vannak az országban. Magyarországot többen támadták a határlezárások miatt. Nyugat-Európában azonban egyre több állam választja ezt a megoldást. A Fidesz ezt az egyetlen lehetőséget tartja a biztonság megteremtésére, hívta fel a figyelmet a politikus. 2006-ban jött létre a Magyaróvári Egyházközség Gészvein Sándor Emlékbizottsága névadója kultuszának ápolásáért. Idén tehát 10. alkalommal jutalmaztak olyan szemét, aki tevékenységével sokat tett embertársaiért. A Gészvein díjat és emlékérmet Krisztus Király vasárnapján adták át. Tegnap tartotta a katolikus egyház Krisztus Király ünnepét. A szentbeszédben Bodó Zoltán római katolikus plébános úgy fogalmazott, a liturgikus év utolsó vasárnapján Jézusra, mint királyra tekintünk, aki nem uralkodásra, hanem mások szolgálatára fordította hatalmát. Ha megkérdezzük tőle, hogy miért bánik így velünk, a megváltó visszakérdez, hiszen a választ nekünk, magunknak kell megtalálni, hangsúlyozta a lelkipásztor. Ha pedig értelmetlen dolgok történnek velünk, akkor a kérdésre talán így válaszolunk, Istenem, nem értem, mit akarsz tőlem, de legyen meg a te akaratod. Ebben a szellemben élt az idei díjazott Eszterházy János. A mártír politikus életét végig kísérte a demokráciáért, az emberségért és a kereszténységért való küzdelme, ezért a hármasságért pedig többször vívott csatát, hangzott el a laudációban. Magyar volt a cinikus és erkölcstelen politikusok által kiagyalt, darabokra szaggatott Közép-Európa. Hívő keresztény volt egy mindinkább hitetlenné, cinikussá, önérdekű és sorvadó, rothadó Európa. Becsületes ember volt, amikor becsületesen élni egyre több ember számára már nevetséges maradiság, ostoba magatartása. A 20. század. Televíziónk készített egy kis filmet Gróf Eszterházy János életéről, amely főként a politikus gondolatiságát mutatta be az ünnepségen. Gyakran hangoztatta, az együtt élő népek között nem az ellentéteket kell kiélezni, hanem közösen együtt kell dolgozni a felemelkedésért.
Eszterházy sohasem azt nézte, kinek mi az anyanyelve, hanem hogy kinek mit tud segíteni. A Giszvány Sándor által megalakított keresztény szocialista párt eszmeiségét folytatta politikájában. A párt a két világháború között megszűnt az anyaországban, és egyedül a Csehszlovákiában élő magyar kisebbség működtette tovább a politikus vezetésével. Molnár Imre Eszterházy Alíz megbízásából vette át a politikusnak járó posztumusz díjat. Köszönetében a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója ráirányította a figyelmet, hogy Eszterházy 12 évig volt parlamenti képviselője a felvidéki magyaroknak, azért pedig, hogy sorsközösséget vállalt a nehéz sorsban élő embertársaival, 12 évig kellett börtönben szenvednie, ahol aztán életét vesztette. Munkássága és áldozatossága a mai politikusoknak is példaértékű lehet. Több alkalommal is lehetősége lett volna arra, hogy eltávozzon és elmeneküljön a reáváró megpróbáltatások elől, azonban a szolgálatát és a hűségét fontosabbnak tartotta, míg az életénél is, és azt vallotta, hogyha jó időben együtt volt népével, a rábízottakkal, akik bizalommal őt választották vezetőjüknek, akkor velük kell maradnia a nehéz időkben is. Az emlékéremmel együtt járó díjat a család a mártír halált halt politikus nyitraújlaki kastélyában lévő kápolna kialakítására fordítja, jelentette be Molnár Imre. Az ünnepség végén a megemlékezők Eszterházy János legnagyobb tanítója, Giszvány Sándor szobra előtt fejezték ki tiszteletüket, majd pedig a plébánia falán található emléktáblán elhelyezték el koszorúikat, amely a volt országgyűlési képviselőnk Kovács K. Zoltán nevét őrzi. 2015-től egy új célt is megfogalmazott az Emlékbizottság, támogatni fogják a keresztény szellemben nevelkedő, rászoruló gyermekeket. A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megye győri levéltára felhívással fordul a lakossághoz. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódóan szólítjuk meg a megye és a város társadalmát. Intézményünk célja, hogy a forradalmi eseményekhez és az azt követő megtorlásokhoz fűződő helytörténeti, valamint országos jelentőségű magániratokat összegyűjtsük, amennyiben rendelkezik olyan levelekkel, naplókkal, képeslapokkal, fényképekkel és hangzóanyagokkal, amelyek a kérdéses korszakban készültek vagy arra vonatkoznak, kérjük, keresse meg archívumunkat. Örömmel hallgatnánk meg visszaemlékezéseiket is. November 19-én délután 1 órakor egy 16 éves tolmási férfi haladt kerékpárral az Erzsébet térről az Ostermayer utca felé. A fürdőúti kereszteződéshez érve nem adta meg az elsőbséget egy Volkswagen típusú személygépkocsinak, és eléhajtott. A jármű fellökte a kerékpárost. Az ütközést követően a gépkocsi vezető a helyszínről megállás nélkül elhajtott. A fiatalkorú könnyű sérüléseket szenvedett. A rendőrök a törött járművet a Radnóti Miklós úton találták meg. Az autó utasteréből olyan személyes tárgyat foglaltak le, ami alapján jelenlegi használóját beazonosították. A cserbenhagyó ma reggel önként jelentkezett a kapitányságon. Vallomásában azt mondta, azért hajtott el, mert nincs jogosítványa és félt az eljárástól. Így viszont nem csak szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök, hanem segítségnyújtás elmulasztása vétség miatt büntető eljárás indult ellene. A Moson-Magyaróvári járási ügyészség két budapesti illetőségű taxisofőrként dolgozó férfival szemben minősített embercsempészés miatt emelt vádat, mivel 2015. augusztus 30-án Budapestről 3-3 szír állampolgárt szállítottak Hegyeshalom külterületére. A szállításért az elkövetők 200-200 eurót kaptak. Az ügyészség a vádlottakat vagyoni haszonszerzés végett, több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés büntettével vádolja. Egy hónap szünet után ismét hazai környezetben lépett pályára a Moson-Magyaróvári Kézilabda Klub. Az NB1 11. fordulójában a DVSC látogatott Moson-Szolnokra. Győzelemmel zárni az őszi szezont és a 2015-ös bajnoki esztendőt, ezzel a céllal lépett pályára a Moson-Magyaróvári Kézilabda Klub a Debrecen ellen. A kékvezes hazaiak szerettek volna győzelemmel búcsúzni a szurkolóktól, de a remény gyorsan szertefoszlott, köszönhetően a hajdúsági csapat ellenállhatatlan játékának. A Loki Kudor Kitti vezérletével hamar ellépett a sok hibával játszó hazaiaktól, akik képtelenek voltak felvenni a meccs ritmusát. Meglódul Barsányi, és be is lövi. 3 perc után már 3-1-re vezet a Debrecen. A DVSC szebbnél szebb támadásokat vezetett, a védelme áttörhetetlennek bizonyult, a kapuban pedig Horváth Pásztor Bettina parádézott.
Ez és az MKC gyenge teljesítménye kellett ahhoz, hogy már az első fél időben eldőlt a mérkőzés, 30 perc után 18-9-re vezetett a Debrecen. A második fél időben már 10-zel is mentek Varga József tanítványai, de a mosonmagyaróváriak végül kozmetikáztak az eredményen. Ehhez kellettek Zeljan Asztolyák védései, aki feljavult erre a periódusra, és Hanczwickel Zsanett góljai is. Hanczwickel. Egy nagy lövés tőle, és a kapufa most a hazaiakkal volt. Hanczwickel Zsanett betalál. Az óvári irányító 10 gólig jutott, de pont ezért nem járt. A Debrecen győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben, a vendégeket Gárbuzs vitte a hátán, az orosz átlövő 7-szer talált be az MKC hálójába. A DVSC végül 25-19-re győzött Mosonszolnokon, ez pedig azt jelenti, hogy a mosonmagyaróvári kézilabdás hölgyek 2 győzelemmel és 9 vereséggel a 10. helyen zárták az őszi szezont. Az elején nem voltunk jók a védekezésben. Azt, amit megbeszéltük, a dolgok nem működtek, és azt, ami a rutinosabb Debrecen, amit mindig játszik, abból kaptuk a egyszerű gólokat, és a kapus teljesítmény teljesen hiányzott az első fél időben, és egyszerűen több, ha ment is a védekezés, akkor kaptunk 11 méterű gólt egy csípő lövésből, úgyhogy ez volt a probléma. Úgy gondolom, hogy azt megvalósítottuk, amire felkészültünk az óvár erősségeiből, és viszonylag jól sikerült ezeket a dolgokat levédekezünk. A nagy arányú vereség nem csak a szurkolókat, a hazai játékosokat is elkeserítette. Elnézést kérünk a szurkolóktól, nem így szerettük volna lezárni ezt az évet, sajnos ez így sikerült. Most van egy kis pihenő, mindenki elgondolkodhat azon, hogy mi az, amit jövőre jobban tudna csinálni. Sajnos a meccsenként mindig csak egy ember kiemelkedő, és hogyha egyszer elérnénk azt, hogy legalább 3 kiemelkedő emberünk lenne, aki gólpasszokkal vagy védéssel úgy oda tudnánk rakni magunkat, akkor nem is tudom, mi lenne, talán 5-6-tal nyernénk minden meccsen. Folytatása dániai női kézilabda világbajnokság után, de már csak jövőre, egészen pontosan 2016. január 3-án a Ferencváros ellen. Az őszi idény utolsó mérkőzését játszotta az MTE 1904 labdarúgó csapata. A vendég az utolsó előtti helyen álló Balatonfüred volt. Az MTK ellen elszenvedett hazai vereség és a BKV elleni döntetlen után mindenféleképpen győzni szeretett volna az MTE 1904. Az idei utolsó bajnoki fordulóban a tabellán 16. helyezett Balatonfüred volt az ellenfél. A vendégek nagy meglepetésre szervezetten játszottak. Az első igazi helyzetet is ők alakították ki. A 33. percben nagyszerű rosta Wagner összjáték után Switzerhez került a labda. Boros Tamás nagyszerűen lépett ki a kapuból, így óriási bravúrral védeni tudta a vendégcsapatkapitány lövését az 5-ös sarkánál. A kontratámadásból viszont mi kerültünk nagy helyzetbe, ám Laki közeli lövésénél ezúttal Szabó Marcell volt résen. Maradt a 0-0. A második félidőben tovább fokozta a tempót a Mosonmagyaróvár, ám a vendégek jól védekezve állták a sarat. Egészen a 62. percig, amikor is a 6 perccel korábban beállt Horváth Máté került helyzetbe. Már úgy tűnt, hogy a vendégvédők tisztázni tudnak, ám fiatal csatárunk estében nagyszerűen emelt a kapu bal oldalába. 1-0 megvolt a vezetés. A mindent eldöntő találatra a 79. percig kellett várni. Darás szerzett labdát a saját térfelünkön, amit Smatovichoz passzolt. A csapatkapitány végigvezette a labdát az ellenfél 16-osáig, majd Mundinak passzolt. Az irányító visszaadta a labdát, így Smata a kapus mellett könnyedén helyezett a kapuba. 2-0 eldőlt a mérkőzés. Az MTE győzelemmel zárta az idei esztendőt. Kis Horváth Máté a ifi csapatomban játszik, tudom, hogy mire képes, tehát egy gólerős játékos, bíztam benne, hogy hozzá tud tenni a játékhoz, ezt meg is tette, ugyanez vonatkozik a Smatovich Gabira is, tehát ő is egy, már majdnem azt mondom, hogy egy legenda itt Mosonmagyaróváron, tehát ő még mindig egy olyan játékos, akire érdemes építeni. Elégedetten értékelte a látottakat a vendégek vezetőedzője. Kíváncsi voltam, hogy ezen a hétvégén hogyan reagálnak a srácok erre, és azt kell, hogy mondjam, hogy jól, bár az eredmény ezt nem mutatta. Megítélésem szerint nálunk jelen pillanatban egy jobb csapattól kaptunk ki. Az MTE a győzelemmel a 4. feljutó helyről várhatja a tavaszi folytatást. Kedves nézőink, a híradót látták itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Most a hétvégi MKCS-e DVSC női NB1-es kézilabda mérkőzést nézhetik meg. Friss hírekkel holnap este is a szokott időben, azaz 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!